Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes Linux disztribúciót szeretnék bemutatni, illetve nem is igaz, hogy teljesen bemutatni szeretném, hanem azt szeretném megmutatni, hogyan kell telepíteni. A telepítése egyáltalán nem más, mint a többie. Miért is érdekes az, hogy egy telepítést bemutatok? Azért, mert ez a Red Core elnevezésű Linux disztribúció a Gentoo-nak, a Gentoo-nak, vagy egyszer mindenki úgy, ahogy akarja, a Gentoo-nak egy olyan verziója, egy olyan áttételes disztribúciója, ami grafikus, ismétlem grafikus telepítést ad. A Gentoo egy nagyon-nagyon jó disztribúció, mindenki szereti, aki azt használja, mások pedig idegenkednek tőle. Miért? Egyrészt azért, mert gyakorlatilag teljesen terminálos telepítéssel szokták telepíteni, azaz sokakat már ez is elriaszt, na hát ezzel a disztribúcióval, a Red Core-ral át tudunk lépni, azaz grafikusan tudjuk telepíteni. A másik dolog, ami a Gentoo-tól, egy sem mindenki ugye, aki szeretné, bizony elriaszt az embereket az, hogy a csomagkezelése picit más, mint a megszokott. Bemutatok egy csomagtelepítést így mellékesen is lehet látni, bár a csomagok neve, csomagnév felépítése más, mint a Debiannál, vagy éppen a Fedoránál, vagy az Archnál, de igazából nem okozhat senkinek nagy gondot a telepítés. Miért? Mert villámgyorsan meg lehet találni a pontos nevet, vagy megjegyzi az ember, vagy éppen máshol, én az interneten szoktam megkeresni, megkeresi és beírja az egy szót, ami kell, és utána beírja azt az egy megnevezést, amit kell, ugyanúgy, mint máshol, és enterezi a dolgokat természetesen emelt joggal. Ott sú van, és nem a sudot használják, és utána már telepíthető. Hát nézzük is meg a telepítést. Ahogy mondtam, a telepítést fogjuk először megnézni. Gyakorlatilag, ahogy bedugod a pendrive-ot, arról indítod a rendszert, ezt a képet fogod kapni, egy viszonylag normálisan elfogadható kinézetű KDE felületet kapunk. Ezzel alapvetően semmi teendőnk nincs, megnézzük, így néz ki, és tudjuk, hogy ez nem érdekel bennünket. Miért? Mert nem egy élő rendszert szeretnénk futtatni CD-ről, DVD-ről, így pontosabb, vagy pendrive-ról, hanem telepíteni szeretnénk. A telepítés nagyon egyszerű, legalábbis reményeim szerint, mert most először telepítek, hiszen megbeszéltük, hogy az a cél, hogy megnézzük, hogy egyik Gentoo-t hogyan teszünk fel úgy, hogy igazából nem is értünk hozzá. Nem is értünk a telepítéshez, nem akarunk terminált használni, hanem mit szeretnénk használni? Grafikus felületet. Nézzük meg, a Red Core az milyen grafikus felülettel érkezik. Hát gondolom mindenki sejti, hogy hova kell kattintanunk, Install System. Rákattintunk és el is indul. Nagy örömünkre látjuk, hogy ismerős felületet kapunk, aki már telepített valamilyen grafikus felülettel, 101% hogy ezt a felületet, ezeket a telepítési metódusokat ismerni fogja. Az a lényeg, hogy kiválasztjuk a nyelvet. Jelen pillanatban amerikai angolon van, nézzük meg, hogy van-e magyar. Természetesen van magyar, rákattintunk, magyar lesz. Minden egyéb olyan információ, hogy támogatás, ismert hibák, kiadási megjegyzések, ha érdekel, olvasd el. Hozzáteszem, nem most kéne elkezdeni olvasgatni, hanem mielőtt letölted az ISO-fájt, nézd meg, hogy mit töltesz le, érdekel-e egyáltalán, ne csak azért, mert hű, de nagyon új, meg nagyon szép, meg milyen szép kép van, és aztán nagyon tetszik, hanem azért ismerd is meg. Általában a kiadási megjegyzéseket el kéne olvasni. Következő nyilvánvalóan felismerte, hogy a magyarok általában Budapest környékén vannak, és általában Európában. Tudsz rajta változtatni, nem szeretnénk. Nyilvánvalóan, hogyha a beállítás magyar nyelven legyen, magyar időzónában, de más beállításokat szeretnél, akkor a változtatásra böksz, ismerős a dolog. Billentyűzet, a billentyűzetet kiválaszthatod, ugorjunk, ezzel igazából nincs mit mondani, ki kell választani. Particionálás. A particionálás nagyon fontos, illetve a lemez, amit megcélzünk, annak a kiválasztása nagyon fontos. A szokásos módon van olyan, hogy partíció cserélése, van olyan, hogy lemez törlése, és manuális particionálás. Mivel mi definíció szerint iszonyat kezdőek vagyunk, akármilyen Linux téren, akkor azt fogjuk választani, hogy a lemezt letöröljük, amit kiválasztjuk, és arra fogunk telepíteni, és mindent, ismétlen mindent rá fogunk hagyni a rendszere, kivéve azt, ami számunkra éppen olyan, hogy változtatni szeretnénk. Nem tudom, hogy milyen lehetőségek vannak,
gyakorlatilag nem látok nagy olyan változtatási lehetőségeket, tehát előre telepíthető programokat, meg egyebeket, amit ki lehet választani, de mindjárt ki fog derülni. Nyilvánvalóan nem erre a lemezre szeretnék telepíteni, hanem nekem van egy 120-as, méghozzá ez a lemezem, önneki a hivatalos neve az, hogy Dev SDH. Nagyon egyszerű helyzetben vagyunk, tudjuk, hogy a 120-as lemezre szeretnénk telepíteni. Ezt azért ismétlem annyiszor el, hogy vegyétek észre, hogy ez fontos dolog, mert hogy oda telepítesz, és én már jártam így, oda telepítesz, ahol nem kéne, másik lemezre, másik partícióra, úgy eltűnnek róla az adatok, mint a világ, azt te visszakapirgálni nem fogod tudni. Oké, mivel hogy nekem van ott egy Linux rendszerem ezen a lemezen, tesztként azt felraktam, úgy döntöttem, hogy bizony nem mellé fogok telepíteni, van lehetőség rá, hogy a partíciót lecseréled, az egész partíciót, illetve törlöd az összes adatokat. Hát természetesen melyiket választjuk, lehet a lemezt töröltetni, illetve a partíció lecserélése. Én a lemezt töröltetni szeretném, azért szeretném töröltetni a lemezt, mert nem mellé telepítek, akkor igazából törölje már le nekem azt a lemezt, és utána itt választási lehetőségeket is ad általában, hozzáteszem ez a telepítő rendszer, ad méghozzá mit? Eldöntheted, hogy swap nélkül, ellenjavalt, swap nincs hibernálás, illetve hibernálással szeretnéd használni, a nincs swap, tehát csereterület legyen. Ez az én maszek véleményem, az nem jó, hogyha nincs csereterület, mert hogyha kell, akkor csinálni kell. Oké, maradjunk ennyibe. Tehát ne akkor kelljen swap fájt csinálni, amikor éppen kifutsz a memóriából, vagy éppen videót vágsz, és kifutsz a memóriából, kellene a swap. A swap nem nagy, nem nagyokat szoktak csinálni, a mai rendszereken, a mai lemezeken inkább így mondom, elfér. Ha egy 30 gigás lemezed van, akkor nyilvánvalóan másképp gondolkodsz, de egy 120-asra már én azt mondom, hogy legyen swap. Hogyha szeretnéd hibernáltatni a gépedet, tehát altatásba elküldeni, így a legegyszerűbb mondani, akkor azt választod, hogyha nem szeretnéd hibernálásba elküldeni, akkor a másikat választod. Én azt mondom, megint olyan, hát hogy is mondjam, egyszerű, fajék egyszerűségi gondolat, hogy én nem akarom eldönteni, hogyha esetleg ez a rendszer rajta maradna évekig, hogy éppen hibernálni akarok majd 2 hónap múlva, vagy 1 év múlva, vagy nem. Én meghagyom a magamnak azt a kis lehetőséget, hogy igen, hibernációban minden gond nélkül elmenjen aludni a gép, azaz hibernálással válaszom. Ez a legnagyobb swap területet lefoglaló dolog. Itt lehet is látni, hogy a swap terület ekkora részt elfoglal, 17,1 GB. Ez azért fontos, hogy a memóriádnak megfelelő, vagy nagyobb swap állományod legyen, swap lemezed. Itt pontosan már swap lemezt használ, partíciót így pontosabb, nagyobb legyen, hogy ami a memóriában van, altatáskor oda be tudja tölteni. Oké, ennyi az egész. A többivel nem törődünk. Megmondom őszintén, nem fogunk törődni vele, hogy most mekkora a RedCore-nak a mérete, mármint 94 giga maradt, illetve az EFI rendszert mekkorára csinálja. Nyilvánvalóan mi kezdők vagyunk, legalábbis teoretikusan, és nem a Gentoo-nak a mesterei, hagyjuk ezt alapállapotban, és nem manuális, mert van arra is lehetőség, és nem manuális partícionálást választunk. Arra van lehetőség, de az inkább haladó. Következő. Azt hiszem nem kell nagyon okosat mondanom, ki kell tölteni. Megadod a nevedet, azt adsz meg egyébként, amit akarsz. Általában én a Lacit használom. Miért? Mert az a nevem, így mindig állandóan felhasználói nevem kisbetűvel Laci lesz. Mi legyen a számítógép neve? Akármi nevet megadhatsz, én azt mondom, hogy igazából nem érdekes jelen pillanatban számunkra, hogy ez milyen név. Akkor lényeges, hogyha hálózatban van kötve. Én azt szoktam csinálni, hogy RedCore, megadom a rendszernek, illetve a disztribúciónak a nevét, és aztán tudom, hogy melyik disztribúción vagyok. Na, jól néz ki az, hogy nevem, Laci, Kukac, és ott van a RedCore. Tehát azért lehet látni, hogy melyik rendszert használok, hogy a terminálban valamit csinálok. Jelszó. A jelszó legyen olyan, természetesen nem egy ilyen teszt telepítésre, amit meg tudsz jegyezni, természetesen teszttelepítésnél sem, már hogyha meg tudod jegyezni, és legyen elég összetett. Én minimum egy 10 betűs szám, aláhúzás jel, egyéb jelekkel tarkított dologra szoktam gondolni. Jelen pillanatban trehányul 3 darab
titkos A betű lesz a jelszavam, hát nem egyezik meg, még egyszer meg kell adnom, megegyezik. A jelszó megkérdezésén nélküli automatikus bejelentkezés. Oké, ez tesztrendszer. Oké, azt kapjuk, amit föl fog rakni, nem variálunk vele, azaz ezt meg lehet csinálni, hogy itt tesztként, tesztüzembe, tesztlemezen, jelszó nélkül jelentkezzünk be, de ott sem ajánlom, maradjunk annyiba. Azért van ez a védelmi rendszer, hogy valami kis jelszót meg kell adni, lehetőleg normálisat, hogy megvédje a gépedet, a rendszeredet, a illetéktelen behatolók ellen. Nyilvánvalóan egy ilyen jelszó, tehát egy ilyen jelszó csak akkor véd meg téged, hogyha az normális, illetve akkor véd meg, hogyha nem tudnak más módon hozzáférni a gépedhez. Akkor, hogyha hozzáférnek a gépedhez egy pendrive-ra indított Redcore vagy akármilyen rendszerrel, nyilvánvalóan akkor a lemezeket, hogyha látja, akkor látja az adatokat, le tudod szedni, tehát nem atombiztos ez a dolog, de én szeretem, hogyha az a három betűs, vagy igazából a sajátom 16 betűs, jeles, egyebes jelszavamat be kell gépelni. Ugyanaz a jelszó használata az adminisztrátor felhasználódott. Én általában ezt szoktam használni, hogyha olyan telepítésem van, hogy két felhasználós, tehát rajtam kívül más is használja azt a gépet, akkor nyilvánvalóan az admin jelszót el szoktam választani a felhasználói jelszótól, de nyilvánvalóan itt nincs erre szükségem. Következő! Végig meg lehet nézni, hogy mit csinál, szépen kírja azt, hogy milyen méretű, mekkora egyebeket fog ő készíteni, billentyűzet, hely és egyéb leellenőrizheted, de hogyha idáig normálisan odafigyelve dolgoztál, akkor nincs semmi egyéb olyan, ami meglepetés lehet, de visszafele is tudsz léptetni. Telepítés. Mi a lényeg, amit megnézünk? Az, hogy arra a lemezre menjen rá, amelyiket szeretnénk. Én most kényelmes helyzetben vagyok, ezt mindig mondom, hogy egy 120-as lemezre kerülnek rá a tesztek, meg tudom, hogy mi van előtte. Tehát itt megnézhetem az, hogy ez az a lemez, ami igen, az a lemez, nagyjából a méret az, ami igen, és az előző rendszer egy Linux Mint 21.2-es Victoria volt azon tesztként felrakva. Most bizony azt felül fogom iratni, és telepítést fogunk kérni. Telepítés. Itt alul lehet látni az időt, 3 óra 50, akkor elindítottam a telepítést, le fog futni. Itt nem sok mindent tudsz csinálni, nézegetheted, ha vannak képek, amiket itt elő szoktak adni, egy kicsit dicsérik a disztribúciót, meg jó munkát szoktak kívánni, nem fogunk hozzányúlni semmihez, megvárjuk, hogy lefusson. Újraindítás most, majd utána befejezre bökünk, lehet látni, hogy nagyjából 10 perc alatt lefutott a telepítés. Szerintem ez egy jó idő. Nézzük is meg ígéretemhez híven, hogy mit fogunk kapni, hogyha Redcore-t telepítjük fel. Ahogy lehet látni, gyakorlatilag egy egyszerű KDE felületet kapunk, egy elfogadható háttérrel, megfelelő panellal, nem fogunk kapni semmi extra beállítást. Tehát ne valaki arra gondoljon, hogy most a KDE-t, ezt a felületet, amit látunk, azt agyon állogatták. Itt nem is az a cél, hogy egy KDE-t kapjál, beállogassák előre neked, hanem az, hogy a Gentoo-t egyszerűen fel tud tolni, és utána használni. Ahogy mondtam, nem a használatra, nem az ilyen-olyan trükkökre, tippekre fogok kitérni, abban nem vagyok járatos. Az volt az egészen a célom, hogy megnézzem, hogyan tudunk felrakni egy Gentoo-t úgy, hogy nekünk az megfelelő legyen, ne kelljen mindenfajta jó hosszú terminálos munkát elvégezni, hanem egyszerűen, kényelmesen, hogy úgy mondjam, nulla tudással, odafigyelve, hogy hova telepítünk, aztán a többi meg megy magától, gondolat mentén fel tudtunk rakni egy Gentoo-t. Ez a lényeg. Mit kapunk? Megnézhetjük a programtelepítéseket, amit kaptunk, szűk körbe kaptuk, a fejlesztésnél gyakorlatilag semmit nem kaptunk, az iskolai dolgoknál, tudományos dolgoknál a LibreOffice került fel, annak a matematikai része,
Itt is ezt kapjuk meg a játékok között, ami sokaknak fontos, a loot részt, illetve a streamet felrakták. Ez nagyon jó dolog, mert indításhoz, hogyha valaki játszani akar a gépén, ez a két program felrakása, van ahol elég nehézkes, van ahol könnyebb, de itt kapásból, alapból megkaptuk. A grafikai programok kínálata gyakorlatilag nagyon kevés, az alapkínálatunk van, okulárunk van, egy font nézegetők, aztán ennyi. Tehát nem vitték túlzásba, képnézegető, illetve mivel a LibreOffice fel van rakva, annak a rajzprogram része fönt van, internet, a Firefoxot kaptuk meg, kényelmes, nyilvánvalóan válthatsz, hogyha ez nem tetszik neki. Multimédia, a szokásos egyszerű dolgokat kapjuk, VLC-t és a fotón, audio és videó lejátszót. Ne tévesszen meg senkit, az SSR, a Simple Screen Recorder, az nyilvánvalóan utólag került fel, két parancsot kellett, bocsánat, igen, két parancsot kellett beírni, az egyik a SU volt, a másik meg az MRG, és így fel tudtam rakni. Fél másodperces internetes keresés azért nem árt, mert itt a csomagok neve, a csomagok nevének a felépítése eltér a Debiannál, illetve a Fedoránál, ársalapú rendszereknél megszokottaktól, tehát azért utána kell nézni, ha kezdő vagy. Nyilvánvalóan kezdő vagy, mert haladó, az terminálból rakja fel a Gentot. Office, az Office csomag, mi a LibreOffice-t megkaptuk, kényelmes dolog, sokan szeretik, nyilvánvalóan használható. A beállítások elég kevés, a szokásos beállításokat kapjuk, illetve a System Settinget meg kell nézni, a rendszerbeállítást, az a KDE beállítási rendszer része, tehát ott a KDE beállítását simán meg tudod tenni. Nagyon jó dolog, nagyon kényelmes, volt már szó a KDE beállításáról. A rendszerprogramoknál se viszik túlzásba, alapvető dolgokat megkapjuk, ami egy kicsit érdekesebb a Timeshift, nyilvánvalóan a kezdő vagy egy-egy rendszermentés nem árt, hogyha van, vissza tudod állítani. A következőnél se vitték túlzásba, alapprogramokat kapjuk meg, azaz erre fel kell építeni egy rendszert. Ebbe nincs más, mint egy, hát azt mondom, egy jól felépített KDE, nem beállított KDE, tehát nincs agyonállogatva, személyre szakva vagy egyéb, azt el kell végezni, lényeg, programok megvannak, nyilvánvalóan a beállítás panelt mindenki ismeri. Egyébként a legtöbb helyen ugyanez, van egy csomó lehetőség, kiválasztod, amit be akarod állítani, aztán egyesével beállítod. Azaz, gyakorlatilag mit látunk? Egy olyan KDE-t, amit könnyedén felraktunk, egy Gentoo rendszert, amit könnyedén felraktuk, na hát most mi jön? Mindenkinek a kedvence, mekkora helyet foglal el, mekkora memóriát használ, meg egyéb ilyen dolgokat meg fogunk nézni. Lemegyünk ide, és erre rákattintunk, kírja nekünk, hogy mi van, figyeljetek arra, X11 alatt fut jelenleg nálam a KDE, ezekkel az értékekkel tudok dolgozni, ennek egyetlen egy oka van, tehát én a V-Landet, a másik kompozitor rendszert igazából nem utálom, csak éppen az SSR rögzítő programom az alatt nem működik, és értelemszerűen így az X11-et választottam ki akkor, amikor indult a rendszer. Amint lehet látni, egy 16 gigás gépen 12 magos, illetve 12 szálas 6 magos 3600-as AMD 5-ös Ryzenen van, a nem túl nagy. Hozzáteszem, nem túl nagy, sebességet, a telepítési sebességet egyébként ehhez méretezheted. Nézzük meg az egyéb információkat. Egyéb információk, azt mondja, ugyanez, és a System Monitoron kiadja. 2,2 GB-ot használ, ez gyakorlatilag a rögzítéssel együtt, azaz nem pici. Hozzáteszem, ez nem pici rendszer. Ez nem olyan, hogy 200 mega, és aztán hű, de ügyes vagyok, hogy lefaragtam, KDE zabál. Zabál, de legalább ehhez mérten szép és gyors. A rendszer mérete 20-21 GB, azaz gyakorlatilag elmondhatjuk, és ez igazából egy jó kis ökölszabály, ennek a 20 giga rendszer helyet foglal el, tehát 40 giga alatt telepíteni, ez felesleges, mert nem lesz elég helyed a rendszernek. A CPU fogyasztás 3%, de hát nyilvánvalóan ez a processzorodtól függően, meg nálam megy a rögzítés. Ennyi az egész, és hogy higgyetek el, hogy ez egy Gentoo rendszer, telepíteni fogok egy programot. A program telepítése nagyon egyszerű, kell hozzá egy konzol, igaz? Kell egy konzol, amit előhívunk, és átlépünk felhasználói módból.
emelt módba, su, megadtam a jelszót, és beírom azt, hogy emerge. Emerge. Az előző telepítése az SSN-nek a telepítését nem ismétlem meg. Természetesen beírom, emerge. Igen, ahogy az előbb mondtam, hogy itt azért a programok neve, nevezéke más, mint amit megszoktunk, tehát ahogy lehetett látni az előbb is, elég hosszú annak a kis programnak a telepítő neve, amit felraktam, azaz, akinek nincs jártassága, az alábbi trükköt vesse be. Firefoxot elindítjuk, örülünk neki, és beírjuk, hogy Gento, mit telepítsünk, legyen a Ranger, Ranger, meg is keressük a nevét, app kötőjel MISC per Ranger. Hát ezt természetesen én kivágom, majd ide beillesztem. Ez a legegyszerűbb, nem ütli el az ember, ennek viszonylag rövid a nevecskéje, elindítjuk, és utána kalkulálja a dolgokat, le fog futni minden, általában rendesen, sok mindent kír. Kezdőknek ijesztő ez, tehát nem a app, get, install, meg egyéb, és megszokott név, de lehet, ahogy látni, ez egy lassabb telepítési mód, ő más gondolatok mentén dolgozik. Sok embernek elmegy a kedve attól, hogy elolvassa a leírást, és egy-két fórumra felmegy, és olyan számára idegen dolgokat tárgyalnak ott, ami mondjuk a Debiannál, a Fedoránál, az Archnál egy kicsit másképp működik, de látható a telepítés és egyéb ilyen adminisztratív művelet itt se nagyon más. Ahogy látni, ehhez se kell akármilyen magas tudás, el kell olvasni a leírást, elolvastam a leírást, hogyan telepítünk, hogyan szedünk le valamit, hogyan adminisztrálunk, és utána működni fog. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, köszi szépen, sziasztok!